Rendezvény sorozat nagyjából 5 éve működik, és az utóbbi 3 évre mondhatjuk azt, hogy egyre népszerűbb, egyre több vendégünk van. Ma több előadásunk is van, először Fekete Afrika címmel dr. Kézdi Nagy Géza antropológus tartott előadást, most jelenleg dr. Gulyás András nagykövet és diplomata előadása hallható, aki Portugál Afrikát magyar szemmel szeretné bemutatni, és lesz majd egy nyugat-afrikai ritmusokat bemutató zenei produkciónk. Végül pedig dr. Nagy Imrének, régi magyar Afrika kutatónak egy olyan filmét mutatjuk be, amely még eddig nem került nagy közönség elé. Az európai ember számára Afrika felfedezését a portugálok valósították meg, amikor elindultak az Atlanti-óceánon és délfelé hajózva egyre lejjebb, a Bozsadorfoknál elérték Guinea partjait, majd később a Kongó folyó vidékét, a jó reménység fokát, éppen azért, mert Portugália egy kisebb, szegényebb ország volt, akkor, amikor a angol és francia gyarmatok függetlenné váltak, a portugálok kénytelenek voltak megtartani a korábbi adminisztratív elnyomásnak a rendszerét, maguknak az afrikai népeknek a nemzetté válását is bizonyos fokig a portugál nyelv segítette. Mikor beszélt egymással egy afrikai, mondjuk Dél-Angolából, meg Észak-Angolából, Kabindából, a törzsi nyelven nem értették meg egymást. Az elnyomónak, a gyarmatosítónak nyelve volt az első közös kapocs.